Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát semmiképp se szeretnék jóslatokba bocsájtkozni, meg Nostradamust játszani, de mégis most megnézzük, mert hogy ennek tudománya van, amit én ott műveltem sok évvel ezelőtt nálatok, és most meg fogjuk nézni, hogy ebből a tudományból most még mit lehet kifacsarni, tehát megpróbáljuk megtalálni választ arra, hogy hol és hogyan születhet egy következő pandémia. És tényleg én is egy picit visszautaltam erre, hogy senki ne gondolja azt, hogy itt most én vagyok a nagy sztár, meg a Nostradamus, meg megálmodtam, ennek nagyon komoly tudománya van. Nem is feltétlenül nevezhető egy tudományterületnek, itt nagyon sok van egyszerre. A felbukkanó fertőző betegségek kutatása, a betegségökológia, az egyegészség koncepciónak a művelése, ezek mind olyan területek, amik több tudományágat hívnak egységbe. Itt a laborban nagyon sok szuper kollégával tudok ilyeneken dolgozni, vannak mindenféle szakterületről kollégáim, és tényleg nagyon kiterjedten tudjuk ezt vizsgálni, de ezzel nem vagyunk egyedül a világban, nálunk sokkal kiválóbb kutatóműhelyek is vannak, úgyhogy ez a múltkori jóslat, ez valahonnan innen származhatott, ebből a nagy-nagy tudományból lett kimerítve, és hát most merítsünk megint egy nagyot. Egy picit visszatekintünk a koronavírusokra, mert ez egy picit alá fogja támasztani, és nem fog sokat ígérem, nem lesz itt most covidozás, csak hogy lássuk, hogy a jelekre kell mindig figyelni, és a koronavírusnál is már bőven megvoltak a jelek. Most hoztam néhány megdöbbentő számot, konkrétan itt most egy ilyen van, ami kifejezetten a koronavírusokra utal. Ugye a mostani koronavírus is, a SARS 1 koronavírus is 2002-ben az úgynevezett SARS-szerű koronavírus csoportból származott. Most a különféle becslések azok 30 ezerre teszik azoknak a koronavírusoknak a számát, ami körülbelül képesek lehetnek megfelelő konstellációba és körülmények közt megugrani azt, amit most hát megláttunk, hogy mire képes egy koronavírus, amit most megugrott a COVID. Úgyhogy van bőven, amiből lehet bányászni, és a jelek, ez lesz az egyik ilyen kulcs szó itt az előadásban. Hát már 2018-ban, és ez csak egy a nagyon sok cikk közül. 18-ban jött ki egy egész jó cikk, épp Yunnan tartományról szól, azért hoztam most ide. Kínában ott embereknek a vérmintáit vizsgálták, most már az antitestek fogalmával mindenki tisztában van a vakcina ellenőrzések miatt. De most antitesteket vizsgáltak az embereknek a vérében, méghozzá olyan antitestet, amik a denevér koronavírusokra specifikusak, és fogtak is, haláztak ilyen embereket, tehát látszott már, az egy nagyon jó indikáció annak, hogy ezek a vírusok hogy feszegetik a határaikat, és mi egyébként ennek hogy hagyunk teret, és erről fogok nagyon sokat most beszélni. Nagyon sok ilyen impulzív diám is van, hogy el tudjuk képzelni fejbe. Ez saját tapasztalatom is, hogy európaiként mi ugye az iparosodás óta egy lassabb folyamatként éltük azt meg, hogy kivágtuk az összes erdőnket, meg föléltük a természeti, átalakítottuk a környezetünket. Ez a világnak a döntő többségén, döntő részén, ez nem így zajlik, ez 10-20 év alatt, vagy még rövidebb idő alatt zajlik. És hogy mit jelent ez a fertőző betegségek nyelvére lefordítva, itt van egy nagyon jó, megint csak egy nagyon jó cikk, egy elég jó labba jelent meg, hogy mennyire nem arányosak itt a dolgok. Tehát gazdasági szakemberként, meg politikusként, ha azt mondjuk, hogy növeljük 4%-kal a fakivágást, ez egy vállalható dolognak hangzik. Mégis épp amazoni esőerdőnek a kivágásánál figyelték meg, hogy pusztán 4%-kal növelték egy adott területen a fakivágásnak az intenzitását, és ez 50%-os növekedés jelentett a maláriás esetek számában. Mert éppen egy olyan környezetet hoztak létre ezzel a kivágott erdővel, ami melegebb, sokkal több apró kis vízgyülemet tud, jó napsütéses helyen, egy csomó lehullott, lepusztult szerves hulladék, nagyon jó közeg alakult ki a maláriát terjesztő szúnyogok számára, éppen azoknak a fajoknak, és hát meg is született ez a bizonyos visszahatása, visszacsatolása az emberi hatásnak. És nagyon-nagyon sok ilyen van a világban, és ezekből lehet nagyon tanulni. És hát ezek az emberi hatások, megint az van, hogy egyszerűen hálózatosan kell gondolkodnunk, mégis a hálózatnak nagy elemeit ki tudjuk ragadni, mik azok a legjelentősebb dolgok, amiket mi művelünk a bolygóval. Az egyik a fakivágás kétségtelenül, tehát az ember elmegy vásárolni, és most már minden ott van írva, hogy pálmaolaj, stb. Egyszerűen nem csak azért vágjuk ki, hogy bútort csináljunk, amit nagyjából a legtöbb embernek a fejében van, hanem tényleg a környezetet formáljuk a saját javunkra, és alakítjuk át, és ennek bizony nagyon komoly hatás van. És egyébként a fertőző betegségek nyelven nem csak az erdőkivágás óriási hatás, hanem a városiasodás, és meg később ezt meglátjuk, hogy össze fog állni a fejünkbe. De a városiasodás olyan iszonyatos mértékű a világban, hogy, és megint csak azon, hogy európai szemmel ugye azt várjuk, hogy itt lakóparkok épülnek, stb., holott az igazság az, hogy egyáltalán nem. És ezt a képet azért raktam be, hogy el tudjuk képzelni, hogy a városiasodás a világ döntő többségén az mit is jelent. Az azt jelenti, hogy bungalók épülnek föl a néhai erdők helyén, olyan iszonyú embertömegek, amik egy járvány számára, hát az
nem is tudom, az Eldorádó, tehát ennél jobb helyet nem lehet elképzelni egy fertőző betegség számára. Ha valaki követte a nyugat-afrikai ebola vírus járványt, és a freetowni képeket esetleg visszapörgeti, hát ugyanezt látta, hogy bungalókba kellett hajkurászni a szerencsetlen fertőzötteket, és próbálni ott valamit lépni az ellen a betegség ellen. És a jelenlegi becslések szerint, de ez sem egy lineáris növekedésű folyamat, de körülbelül 2050-re egy emberiség 70%-a, és 2050-re már a mostani predikciók szerint nem 7,5 milliárdra leszünk, 70% a városokban, döntő többsége ilyen városokban fog élni a mostani trendek alapján. És hát városok és betegségek, nem csak az a rossz a városban, hogy sokan vagyunk, összezsúfolva, most ez egy kiváló táptalaj, hanem az is rossz, hogy azért a természet megtalálja az útját a városokba, és bizony a betegségek is megtalálják az útjukat a városokba. Egy kiváló példa, amit zászlóra lehet tűzni, Dél-Amerikában városiasítottuk a sárgalázat. Behurcoltunk egy teljesen idegenhonos szúnyogfajta városokba. Eleve létrehoztuk a városokat, nagyvárosokat. Behurcoltuk ezt a bizonyos szúnyogfajt, az édes egyipti névre hallgató inváziós szúnyogfajt, majd később, kiszakítva az addig megszokott természetesnek mondható közegéből a vírust is, a sárgaláz vírust, kiváló táptalajra talált ebben a közegben, és ember és inváziós szúnyog között fent tud maradni, és folyamatosan ott tud lenni, jelen tud lenni, és már nincs arra szükség, hogy a favágó ember bemegy az erdőbe, és ott a majmok és szúnyogok közt természetesen cirkuláló vírust kiszakítja elhozza, hanem ténylegesen meg tudtuk honosítani a városba ezt a vírust, mert behurcoltunk előtte, hagytunk megtelepedni egy szúnyogfajt, amin persze már a klímának a változása is segít, tehát nagyon sok tényező van, ezért mondtam, hogy hálózatosan gondolkodjunk, semmi se fekete és fehér, de mégis a középpontban az ember van, és annak a bolygóformáló, élőhelyformáló hatása. Nagyon-nagyon sok példa van. De mégis most meg akarjuk nézni, hogy vizuálisan, számszerűen mit látunk. Azt látjuk, hogy sok vírus van a természetben, a legtöbbet nem ismerjük. Sok olyan vírus is van, ami számunkra érdekes, veszélyes lett. Ugye a legtöbb vírus azért passzívnak tekinthető, illetve a természet olyan formán része, hogy nem fertőz minket, stb., de már csak az a szelete is a vírusoknak, ami mondjuk képes lehet fertőzni minket, igen nagy, számszerűen. Sok vírus van, nagyon sok vírusgazda van. A vírusgazdák közül kiemelkedőek a denevérek és a rágcsálók. Ők a legnagyobb tömegben jelenlévő, legfajgazdagabb élőlények, legdiverzebbek, a bolygón szinte mindenhol ott vannak, mondjuk az Antarktisz kivételével, meg néhány olyan hely kivételével, ahol már nem nagyon vannak emlős állatok. És hát természetesen, mivel formáljuk a bolygót, és egyre nagyobb teret nyerünk, nagyon sok ember van, és ennek a nagyon sok embernek nagyon sok házi állata van. A napokban olvastam egy cikket, azt becsülték meg, hogy hány madár lehet számszerűen a bolygón. 50 milliárdra tették a madaraknak a számát, és ennek a fele tyúk. Saját élelmiszerfogyasztásunk, élelmiszer előállításunkra, ez is nagyon jól mutatja, hogy mi történik. És ez a jobb oldali nagyon számléltető, hogy sok ember és sok háziállat, a bal oldali meg az, hogy egyébként a potenciális vírusgazdák és azoknak a fajgazdagsága hogy alakul, és ez a két leszakadt pont, az a rodents és a bec, az a kettő, ugye a rágcsálók és denevérek, nagyon hangsúlyosan ott van. Térképre rakva, állatcsoportonként. Mit látunk? Azt látjuk, és akkor nézzük a denevéreket, meg a rágcsálókat, maradjunk náluk. Tehát nagyon jó felrajzolható az a földrajzi terület, ahol ezek csoportosulnak, és ahol mondjuk a kockázat magasabb lehet. Kifejezetten a denevéreknél itt látható, hogy ez Dél-Kelet-Ázsia, ugye ez a lilás szín mutatja legjobban, illetve Dél-Amerika, Közép-Amerika. Tehát azok a területek, ahol ténylegesen az emberi térnyerés, vagy azért már nagyon sokan kezdünk lenni, vagy azért már nagyon vágjuk az erdőket, nagyon használjuk a tájat, nagyon jelentős. Bizonyos szempontból egy Közép-Afrika is ide fog tartozni, kicsit kerülő úton, de ide jön. A rágcsálóknál ugye itt nagyon függ az, hogy milyen fajok, milyen elterjedésben vannak. A rágcsálóknál is fölrajzoltuk nagyon szépen ilyen területek, ott már Észak-Amerika, Európa is, de egyébként a globálisan nézzük, az esély mindenhol megvan, ha bár nem ugyanakkora, de nagyon sok tényező hat. És ténylegesen a zoonotikus fertőzési eseményeket a térképre rakjuk. Tehát, hogy hány állatról fertőződik, hány szor fertőződünk állatokról valamilyen fajta kórokozóval mi emberek, akkor tényleg az emberi térnyerés súlypontjai. Dél-Kelet-Ázsia, Közép- és Nyugat-Afrika, Dél-Amerika, ezek azok, amik abszolút irány köszönnek a térképről, és valóban ezt is látjuk, hát most szabadult ránk a legújabb koronavírus, és küzdünk vele Dél-Kelet-Ázsiából, úgyhogy nem is meglepő. De most ugye én megmutattam, hogy hol vannak ezek a dolgok. A probléma nem csak az, hogy hol vannak ezek a dolgok, hanem hogy hova mennek ezek a dolgok, ugyanis a klímaváltozás és emberi térnyerés hatására az élőlények folyamatosan mozgásban vannak. Ezen a Dél-Amerikát mutató térképen nagyon jól látszik, hogy
az élőlények itt csoportokra vannak bontva, szépen menekülnek az Amazonasnak az eredője felé, a folyónak az eredője felé, azok felé, az élőhelyek felé menekülnek, most csak azért mondottam tovább, mert elkezdtem egy picit szakadozni, ahol az élőlények szépen menekülnek ezekbe a menedékhelyekre, amit még nem annyira érintenek az erdőirtások, az ebből fakadó erdőtüzek, az emberi térnyerés, és ténylegesen piciben is ezt látjuk, és nagyban is ezt látjuk. És ez a mozgás, ez azt jelenti, hogy azok a dolgok, például kórokozók, amik ezekben az élőlényekben voltak, ezek is új helyekre, új közegekbe kerülnek, új találkozási pontok jönnek létre, új elágazások és új esélyek arra, hogy úgynevezett átugrási események révén új járványok törjenek ki. Amikor mostanában sokat beszélek most újságírókkal, mondják, hogy hát igen, itt van ez a koronavírus, és én mondom, hogy igen, itt van ez a koronavírus, de mi itt virológusok, itt a kollégákkal, meg az egész világon meg se tudjuk számlálni azokat a járványokat, amikkel most küzd az emberiség. Csak nem mindegyik ugratta meg azt a szintet, hogy globális körútra indult. És nagyon fontos, és a koronavírusnál is érdekes lesz, és fontos megjegyeznünk, ezt is írtam ide, hogy minden vírus teljesen más, más-más képességük van, máshogy működnek, emiatt más is a kockázatuk. Itt most kettőt nyilasztam be az ábrán. Ez az ábra egyébként azt mutatja, hogy kifejezetten denevérekben melyik víruscsoportok a legnagyobbak, melyik víruscsoportokban van a legtöbb féle bennük. És látható, hogy a koronavírusok a legnagyobb szeletet mutatják denevérekben. Tehát nekem a 2016-os előadásomban nem volt nehéz ezt a következtetést levonni, hogy jó, a denevérek, meg egyébként a koronavírusok azok azért a kockázati lista elején vannak. De ha megnézzünk két példát visszatérve a témára, hogy más-más vírusok máshogy viselkednek. Itt van az úgynevezett filoviridia, amit ott baloldalt benyilasztam. Ez ugye az ebola vírusok, Marburg vírus, ez a vérzéses lázat okozó vírusoknak a csoportja. És maradjunk az ebolánál. Ott is az látszik, hogy egyre nagyobb, egyre kiterjedtebb járványok, és egyre több helyen kerül elő ez a vírus Afrikában. De mégsem látjuk azt, hogy széthurcolnánk a világon. Teljesen más vírusról van szó. Az ebola vírusnál kifejezetten nagyon betegnek kell lenni, és nagyon közeli kontaktusba kell lenni egy beteg emberrel ahhoz, hogy ez megfertőzzön minket. Hol tud ez jól működni? Hát azokban a bizonyos városiasodott, bungalós városokban, amik gombamód nőnek ki a fejlődő világban. Ez a vírus oda súlypontozódik. Koronavírusok? A koronavírusok ugye alapvetően légúti vírusnak számítanak, megvannak a légúti vírusokhoz mérhető képességeik, tehát ők már könnyebben ugorják meg azt, hogy egy megfelelő képességekkel rendelkező koronavírus képes globális körútra indulni. Tehát más-más vírus, más-más képességekkel rendelkezik. És amikor azt latolgatjuk, hogy mi szabadul ránk, és mennyire tud ránk szabadulni, akkor nekünk európaiként, elnézve ezeket a gócpontokat, inkább majd olyan vírusoktól kell távoli földrészektől tartani, amik ténylegesen képesek arra, hogy mondjuk légúton terjedjenek, gyorsan, hatékonyan terjedjenek légúton. És kevésbé kell azoktól félnünk, ilyen nagy mértékben, amik mondjuk nehezebben terjednek. A Nipa vírus, az ebola vírus, stb. Amik bár feszegetik a határaikat, és egyre nagyobb járványokat okoznak az ottani helyükön, mégis sokkal nehezebb őket ide behurcolni. És hát a mostanában lottóitus térő kérdés, hogyan indulnak a járványok. Ugye ez a kép kifejezetten azzal a bizonyos hölgyel készült, aki Kínában a denevér asszonyként ismert kutató. Ez azt hiszem egy 2004-es kép, de nem is az a lényeg, hogy mikor készült. Szinte bejárt a világsajtót egy másik kép, amikor azt hiszem a sapkáján lóg egy denevér. Én nagyon megmosolyogtam itt a kollégákkal ezt, mert úgy adták elő, hogy ott indult a járvány. De most a járvány indulásához nagyon kevés az, hogy megfogunk egy állatot. Egy járvány indulása sokkal összetettebb folyamat. Kell hozzá környezet, kell hozzá az ember, kell hozzá vírus, kell hozzá gazdaállat, megfelelő konstellációban kell nagyon sok dolog. És elkezdjük ezeket a konstellációkat. Minden egyes fertőző betegségnek a természetben vannak tulajdonságai. Ciklusossága, szezonalitása, elterjedése. Ezeket fel kell ismerni, fel kell mérni, hogy tudjuk azt, hogy mondjuk egy adott denevérben, egy adott vírus, mikor tud a leginkább átugorni ránk, mikor van a legtöbb vírus abban az adott denevérben. Lehet, hogy ősszel van mondjuk a legtöbb, mert akkor van a csúcs annak a vírusnak. Nem csak nekünk vannak szezonális vírusaink, hanem természetben is a legtöbb minden ciklusosan, szezonálisan működik. És ha ismerjük ezeket, ezt a baloldali ábra mutatja, akkor tudhatjuk, hogy az átugrási eseményekre mikor, melyik időszakban, melyik területen van a legnagyobb esély. A jobboldali ábra már azt mutatja, hogy milyen szinteken tud ez megtörténni. Vannak vírusok, amik nem képesek elérni mondjuk az első szintnél nagyobb szintet. Mondjuk a Dél-Amerikában, meg Közép-Amerikában a veszettség egy nagyon jó példa erre, ami a ottani denevérek képesek terjeszteni, kifejezetten azt a veszettséget, amit nálunk a rókák, ez egy nagyon érdekes dolog, ott a denevérek. És ott a világon egyedül ott van három olyan denevérfaj, ami vért fogyaszt. És ezek nagyon előszeretettel járnak az ottani háziállatokra, ugye óriási tömegben a McDonald's-nak mindenek szállítják marhahúst,
és ezekkel az állatokkal folyamatosan találkoznak, harapdálják őket, vért fogyasztanak róluk. Emiatt a veszettségvírus is folyamatosan találkozik ezekkel az állatokkal, olykor, olykor emberrel, de egy-egy eset, meg egy-egy esetlánc alatt itt el is hal. A vírus, emlékezzük az előző diára, nem képes arra, hogy megugorja azt a szintet, ami szükséges egy pandémiához, vagy akár egy nagyobb járványhoz. Második szint, nagyon jó példa az ebola vírus. Megfelelő közegben, gondoljunk csak azokra a nyomornegyedekre, meg városokra, még ez a vírus is képes egy lokális, vagy a Nyugat-Afrikára kiterjedő, 10 000 halálos áldozattal járó járványt kirobbantani, mert az emberi közeg olyan. A harmadik szint, a legnagyobb szint, a pandémia szintje. Vagy légúton terjed jól, vagy valamilyen más úton lassan széthurcoljuk, ugye itt több példát is lehetne, általában a légúti vírusok tudják ezt megugrani gyorsan, széthurcoljuk repülővel, vonattal, hajóval, mindennel. Most a koronavírus egy jó példa, de ott van egy lassabb globális terjedésre a HIV vírus, az is képes volt globális körútra indulni, tehát tényleg nagyon sok mindentől függ, hogy melyik vírus milyen szinteket tud megütni és mikor. És hát az abszolút ábrája annak, hogy hogyan indul egy járvány, nem úgy, hogy elengedtem a denevért. Ez az ábra azt mutatja be, hogy mennyire bonyolult, mennyi lyukat kell egyszerre átütnie annak, hogy egyetlen állatról mondjuk úgy ugorjon egy olyan vírus már egy emberre, ami képes arról az adott emberről, emberről emberre terjedve globális járványt indítani. Nagyon sok minden. Kell a környezet, kell a vírusnak a változása, kell az adott gazdaszervezet immunitása, felvevő szervezet immunitása, a vírusnak a miensége. És mi következik ebből az ábrából? Az, hogy ezek a átugrási események, ezek a feszegetések, ezek a határfeszegetések, ezek a találkozások minden percben milliószor megtörténnek. És minél sűrűbbek, annál nagyobb az esélye, hogy a millióból egyszer úgy történik meg, hogy járvány, kisebb szintű, közepes szintű vagy nagyobb szintű járvány kirobban. És mivel az ezt életre hívó hatások fokozódnak, ezért erre való esély is fokozódik. Hiába ritka, mert rendkívül ritka egy ilyen átugrási esemény, mégis egyre többször látjuk, hiszen egyre többször hagyunk neki teret. Ez már nagyon tudományos, és direkt azért raktam ide ezt az ábrát, nem azért, hogy elaltassak mindenkit, hanem hogy lássuk, hogy mennyire összetett az, hogy tényleg átugorjon egy bizonyos vírus. Az, ami a denevérekben van, mondjuk koronavírus, az a denevér saját koronavírusa. Évmilliók óta egyensúlyban van bele. Ahhoz, hogy ez a koronavírus eljusson abba a verzióba, abba az állapotba, hogy képes legyen mondjuk minket így fertőzni, amit most tapasztalunk, ahhoz ez a sok minden, amit ide felvetítettem, kell, meg még ennél is több. Nagyon-nagyon sok minden. És hát hogy készül a tudomány? A tudomány úgy készül, hogy ahogy most, amit bemutattam. Tehát felismerjük a problémát, csinálunk egy kockázati listát, és felrakjuk egy listára azokat a betegségeket, amiknél látjuk ezt, hogy egyre többször, egyre nagyobb járványt csinálnak, földrészről földrészre terjednek. És akkor a WHO létrehozta ezt a prioritási listáját, 2014-ben azt hiszem, és már ott volt egy ilyen betegség, X-betegség nevű dolog a végén. Ezt akkor föl is kapta a média, hogy hú, hát ez mi? Az X-betegség fejezi ki azt, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy ezeken a vírusokon kívül, amik itt vannak fölötte, felsorolva, amiket úgy ismerünk, látjuk, hogy hogy terjed, merre fele terjed, és ténylegesen tudunk már vele dolgozni a laboratóriumban. Az X-betegség azt a betegséget ismeri, ez egy gyűjtőnév, amiket még nem ismerünk, mert még nem talált ránk, vagy mi nem találtunk rá az erdőben. És tényleg csak arra vár, hogy kijöjjön, vagy mi felfedezzük, és el tudjunk vele kezdeni dolgozni, és fel tudjunk készülni esetleg arra, hogy millióból egyszer, de megugorja azt a szintet, hogy járványt okozzon. És akkor majd már kell levenni a polcról a gyógyszert, meg kell fejleszteni a vakcinát, és erre bizony készülni kell. És hát az X-kórokozó emiatt a legnagyobb kihívás. Mert az X-kórokozó esetében, főleg, ha egy teljesen új vírus jön, mondjuk nem egy koronavírus, mert a koronavírusokra készültünk. Ahogy én 2016-ban el tudtam mondani, hogy ez egy valós veszély, 2002 óta készül a tudomány a koronavírusokra. Látjuk, hogy képesek új koronavírusok jönni ránk, úgyhogy az a 10 hónapos vakcina az igazából 20 évnek a fejlesztése, mert már a SARS 1 vírus után elkezdték ezeket a fejlesztéseket. Tehát a koronavírusnál már ismert volt, hogy egyáltalán hogy álljunk ennek neki. Bőven van a természetben annyi és olyan vírus, aminél ezeket még nem tudjuk. Egyszer elhagyta a számot, és most megint tényleg ezt tudom mondani, hogy szerencsénk volt a koronavírussal, mert legalább egy olyan vírus talált ránk, egy olyan víruscsoport, amire már úgy készültünk, meg kb. Sejtettük, hogy jöhet. De mi van, olyan jön, amire nem tudtunk még így készülni. És bőven vannak ilyen vírusok, ez becslés, de milliós nagyságrendben vannak ezek a fajta vírusok. 1%-át sem ismerjük még, úgyhogy azok a fajta felfedező kutatások, hogy mi lehet az erdőben, egyébként mire lehet képes, kritikusan fontosak a jövőre nézve. Tehát mi vár Európára, és tényleg ezt a képet csak azért raktam, egyrészt, hogy mindenkit felébresszek, másrészt meg hát pofonok. És kívülről jövő pofonokról is beszélhetünk, hiszen látjuk, hogy
a globális világban már semmi sem maradott, ahol van. Ez a mostani járvány kiváló példa erre. De ha most engem megkérdez valaki, mint ezzel foglalkozó kutatót, hogy egyébként amire itt országon belül, meg Európán belül készülünk kell, az abszolút a vektorok által, tehát az ízelt lábúak által terjesztett betegségek. Főként az olyan fajokra gondolok, amik inváziós fajok. És itt inváziós szúnyogok lepik el egyébként Európát, Magyarországot is. A szúnyogmonitor.hu oldalt, ebben mi is részt veszünk, nagyon ajánlom mindenkinek, ha akarják látni, hogy évről évre hogy veszik be az országot. És ez a szlájd, amit ide raktam, ez egy 2014-es kiadványa az Európai Járványügyi Központtól, ahol már arról beszélnek, hogy ez tényleg egy nagyon fontos probléma. Én egy hete voltam Bécsben egy ilyen konferencián, elképedve néztem, hogy minden országban ez egy nagyon hangsúlyos dolog, hogy ez megjelenik valahol, és azonnal kezeljük. Nálunk most pislákolunk, és az egész régión ilyen, tehát ez a keleti, kelet-európai, dél-európai tömb, ez ilyenek, mint most ébrednénk, hogy ez egy probléma, de hát már itt vannak a kertbe. És miről beszélek? Jelekről beszélek. Amiről az elején. Ugyanúgy, hogy a koronavírusnál is láttuk, hogy vannak jelek, amik arra utalnak, hogy itt baj lesz, és jön a járvány. Leginkább Európára most a szúnyogok azok, amik jeleket mutatnak, és azok a fajta járványok, amiket ők tudnak hozni. És ezekből van bőven chikungunya, zika, dengi, itt nagyon sokat felsorolhatnánk. Ezek szépen feszegetik a határaikat. Mi vár a világra? A világra nyilvánvalóan, ha most összegezzük, hogy mi történik, akkor azok a hatások, amik a járványokat életre hívják, ezek nem szűntek meg, sőt, tovább erősödnek. Írtjuk az erdőket, ez csak néhány példa. Kereskedünk a vadállatokkal továbbra is. A sars egy járvány után Kína betiltotta a vadállatok kereskedelmét, de a lobby hatásokra ez újraindult. Olyan kulturális gyökerei vannak, hogy nem tudtak vele leállni. Most is ez látszik egyébként. Tehát voltak hírek, hogy szabályozzák, letiltják, és az látszik, hogy ez még mindig megy. Egyébként meg, ha betiltják, majd megy a pincékbe. Tehát egy ilyen mély kulturális gyökerű dolgot nem lehet egyik pillanatra másikra megszüntetni. És hát az emberi térnyerés is folyamatosan fokozódik. Akármit is látunk Európában, ez brutálisan fokozódik. És a klímaváltozás. A klímaváltozás egy olyan dolog, ami már elindult. Amit úgy kell kezelnünk, hogy közben tanuljuk. Pont olyan, mint a járvány, amit most próbálunk megtanulni és kezelni közben. A klímaváltozás ugyanaz, csak egy sokkal nagyobb dolog, ami egyébként járványokat is húz magával. Tehát ennek az egésznek a tetején valami ilyesmi áll. És nem csak, hogy a járványokat életre hívó hatások nem szűntek meg, hanem a járványokat messzire repítők sem. Nevezetesen a népességnek a növekedése. Egyre többen vagyunk, egyre jobban összezsúfolva városokban, egyre több helyen. És a globális kapcsolatok. Egyre jobban össze vagyunk kapcsolva egymással. Ez egy nagyon jó dolog, mert ez viszi a növekedés globálisan. Ugyanakkor biológiailag nézve, járványok szintjén nézve, ez egy nagyon rossz dolog, mert a járványok nagyon hamar eljutnak A-ból B-be, nagyon hamar eljutnak nagyon távoli helyekre, és megmutatják magukat szinte mindenhol. Tehát semmi sem marad ott, ahol van. Úgyhogy összegzésként tényleg azt lehet elmondani, hogy elképesztően feltérképezetlen a vírusbank a természetben. Egyre több a találkozás, kórokozó emberi közeg. Itt emberi közeget írtam, mert ebben benne vannak a háziállataink, amik hozzánk közel állnak, benne vagyunk mi, benne van egy csomó minden, ami hozzánk kifejezetten direkt módon kapcsolódik, a városok is. És ezekből egyre több találkozás van. És tényleg, ha most itt jósolni kéne, akkor valami olyan víruscsoport, ami hangsúlyos, nagy, ugye koronavírusokat mondtam most, itt paramixovírusok, egy csomó olyan van, ami kicsit máshogy működik, de működik, és itt vannak, és nagy a vírusbankjuk, a tömegességük a természetben, jó esélye valami légúton terjed, azt tud ilyen nagyokat ugrani, és hát a rákcsálók és denevérek abszolút prioritást élveznek azon a listán, hogy kiből van sok, és kiben van sok minden. Hát bennük. De mégis mit tehetünk, hogy egy üzenettel tudjak itt mindenkitől elköszönni? Mi egyéni szinten azt tehetjük, hogy fölfogjuk, hogy a világunk változáson megy át. És az, hogy én most itt víruskutatóként beszélek, ez egy illúzió. Itt nem a legnagyobb baj az most nem a járvány. Ez egy tünete a globális változásoknak. És jó eséllyel 1-2-5 év múlva egy klímatudós fog itt ülni, és ugyanígy magyarázni arról, hogy milyen globális változásokat szenvedünk el, és hogy tudjuk ezt tompítani. De mégis a járványok ellen hogy tudunk küzdeni, ugyanúgy, ahogy a klímaváltozást is próbáljuk tompítani. Ezek kéz a kézbe járnak. Egymást húzó folyamatokról beszélünk, hogy ez jól megfér egymás mellett. A zöld gondolkodás, a ökológiai lábnyomunk csökkentés, ez nem egy hóbort, ez nem egy hobbi, meg nem egy ilyen Greenpeace-es bemondás. Ez egy nagyon komoly dolog, ami ténylegesen most láthatóan is ránk húzta az ajtót egy járvány formájában. És hogy a tudomány mit csinál, itt most a Anthony Fauci-nak a bemondását raktam fel, ezt nem ő találta ki, 10-15-20 éve küzdünk minden tudós azért, hogy ezekre a víruscsoportokra és ezekre a földrészekre, amiket most felvetítettem, figyeljünk oda. Adjunk pénzt arra, hogy ezekre fölkészüljünk, akár úgy, hogy szüntessük meg a találkozási pontokat, akár úgy, hogy
fejleszünk gyógyszereket, vakcinákat, inkább legyen a polcon, mint hogy évekig kelljen fejleszteni, amíg nyakig ülünk egy járványban. És itt ugye épp azt jelentette be Anthony Fauci, ha valaki nem olvasta, hogy ezekre a víruscsoportokra, ez kb. 20-30 víruscsoport, igenis kezdjünk el fejleszteni gyógyszereket, vakcinákat, és tegyük be a fiókba, hát ha valamikor ránk találnak, és gyorsabban tudjunk reagálni. Mindenkinek nagyon köszönöm a figyelmet. Egyik expedíción készült kép, egy nagyon tehetséges amerikai kollega csinált, egy nagyon szép denevérről, és tényleg egy másik kérés üzenetem, hogy ne nézzünk ferde szemmel az állatokra, hanem próbáljunk a természettel együtt tovább úgy működni, hogy tiszteljük őket, és megpróbáljuk fenntartani. Egy stabil ökoszisztéma az, ami legjobban tud minket védeni a vírusok ellen is. Nagyon köszönöm mindenkinek.